új Isten menthet meg bennünket. Tehát ez tulajdonképpen egy ilyen eszencia neki, amit az egyik legutolsó fontos interjújából ugye megtudhatunk. Ezzel kapcsolatban ugye az előző témához, a nagylelkűséghez az úgymond idézőjelben ingyen adni tudás. Ugye? Tehát, hogy voltak olyan ismerő, emlékszem, valaki elveszített gyerekkoromban 20 forintot, és hetekig idegbeteg volt, hogy úristen, hát hova veszhetett el az a 20 forint? Tehát belebetegedett, hogy 20 forintja elveszett. Ugye? Vagy nagyon fontos, és ma különösen aktuális dolog, ugye? És hogy ne felejtsük, hogy itt van a falon ugye a Szent Korona, itt van Jézus, figyel bennünket, akit magyarnak teremtett az Isten, és nem fogja pártját a magyarságnak. Az nem derék ember. Hát nagyon finoman fejezte ki magát a gróf, ugye? Az nagyon finoman fejezte ki magát a gróf. Én azt gondolom, hogy ez az örök magyar sors és az örök magyar dimenzióknak a legfőbb sorsa. Itt pedig, hogy minden kudarc siker. Ugye nagyon sokan, amikor valami nem sikerül, vagy problémás, vagy nem sikerül elérni egy megfogalmazott célt, vagy bármi tragédia történik velünk, családtagjaink, stb., akkor valamiféle ilyen letaglózó, leromboló kudarc élménybe vagyunk, és ugye Hamvas Béla, akinek ajánlom szintén az alapművét, a Világválság, 30-as években írta, de mintha ma írta volna. Tehát a múlt század 30-as éveiben íródott, interneten is meg lehet találni, tehát Világválság. Ugye ebben írja le azt a folyamatot, amit minden politikusnak kötelező olvasmány kéne, hogy legyen. És sok politikus megkérdeztem, egyik se olvasta még. Tehát egyik se nem is hallott róla, ugye? Tehát hogy lehet így politikusnak lenni, hogy Hamvas Béla nem ismeri a Világválság című munkáját, ami ugye arról szól, hogy ő ugye már a 30-as években átlátta azt a politikai forgatókönyvet, ami szerint a 20. század zajlik, illetve lezajlott, és most a 21. századot is e szerint akarják folytatni. Tehát ő zseniálisan leírja, a lényeg az, hogy folyamatos, irányított válság. És a, úgymond, most finoman fogalmazok, a nemzetközi, nagy nemzetközi folyamatokat irányítók lehetőleg korlátlan hatalma. Tehát ő már itt bemutatja, felmutatja ezt a dolgot. Hát nem véletlen, hogy az Istenkornak van dolga. Tehát nem véletlen ezzel kapcsolatban, hogy van dolga az Istenkornak, hiszen ugye Hamvas Béla fejlesztette ki azt a, és több művében, például a Karnevál című regényében sok ilyen jelenet van, azt is ajánlom önöknek Hamvas Béla Karnevál című regényét. Én azt gondolom, hogy a 20. század egyik legfontosabb műve. Nem csak regény, hanem filozófiai munka is egyben. Egy csodálatos, csodálatos történet, nagyon izgalmas, nagyon érdekes, úgy elég hosszú, tehát azt javaslom, hogy kb. 4 szuszra kell elolvasni. Tehát 4 szuszra lehet elolvasni. Most ezekben a műveiben Hamvas Béla többféle módon fölépíti, kifejti azt, hogy a kudarc tulajdonképpen az mindig siker, hiszen ha már megértettem megfelelő önismeret alapján, hogy bekövetkezett a kudarc, a kudarcra rálépek, mint egy talapzatra, és onnan tudatosan építem föl a kudarcból kivezető utat. Tehát ugye nem úgy kell csinálni, mint a hallgatóm, aki másnap reggel eljött, és ott állt a Fali Újságnál, és várta a csodát. Ugye? Nem így kell fölépíteni ezt a dolgot. Vagy eszembe jut ez a régi történet, hogy Ábrahám elmegy a bős rabbihoz, hogy te rabbi, te képzeld el, hogy tegnap találkoztam a Jakobbal, és tudod, ez a 60 éves Jakob, ez azt mondta nekem, képzeld el, azt mondta, hogy tegnap egész éjszaka szerelmeskedett a csodaszép Rebekával. Képzeld el, ezt mondta. Hát mit szólsz hozzá, mire a rabbi? Azt mondja, hát mondd te is. Tehát, ugye ez egy ilyen dolog, aminek ugye
aminek ugye nagyon sok összetevője van, és nagyon sokféleképpen lehet értelmezni. Egy nagyon kedves barátunk, kollégánk, aki már sajnos nincs köztünk, nagyon fontos mondata, ami szerintem szintén egy nagyon fontos Ariadné fonal lehet a mindennapjainkhoz. Ezt mindig tartsuk magunk előtt, de tehetség semmi, elrontható, elpazarolható. Úristen, hány olyan tehetséget ismertem az elmúlt 50 évben az összes szakmából, művészt, sportolót, bárkit, akik világ rengető zsenik, zenészt, stb. De megbicsaklottak, elcsúsztak, félrementek, elpazarolták a tehetségüket, elrontottak mindent, és belehullottak a semmibe. Nagyon fontos az, hogy, és ezt is a sebész professzor barátom mondta, hogy ő mindig így élt a szakmai pályafutásának mind a 43 évében, amikor rengeteg embernek megmentette, ugye nem csak a testét, hanem a lelkét is egyben. Ugye ez nekem egy fantasztikus erőt adott, ez a vele való beszélgetések, és őneki ugye ezek voltak a kulcs szavai, kérem, köszönöm, elnézést. Mert abban a pillanatban ugye már ezekkel a, ezek ugye, ezek szimbólumok. Tehát ezekkel felül tudok emelkedni. Tehát nem belemegyek durván egy semmit érő logikai vagy napi problémába, vitába, és nem borítom a levest meg stb., hanem egyszerűen minden szituációban a felülemelkedettség. Ugye Jézus, amikor ugye felvállalta ezt a hatalmas küldetését, ezt az óriási eszkatológikus tettét, ami mindmáig itt jelen van, és ugye erőt ad nekünk. Ugye ne felejtsük el, hogy a Szent Korona nem véletlenül van itt, mert a Szent Korona jelenti és sűríti magába azt a fantasztikus élet energiát, azt a múltat, a jelent és a jövendőt, az egész Kárpát-medencét, ami akkor is itt van és segít nekünk, segítségünkre van, és segítségünk, tehát itt lesz velünk, amikor nem gondolunk rá, vagy annak is segít, aki egyszerűen nem hisz benne. Tehát kérem, köszönöm, elnézést. A másik ilyen istenember az én életemben, Németh László, aki szintén ajánlom a munkáit, a esszéit, drámáit, regényeit. Ő egy komplex, fantasztikus hát, magyar gondolkodó volt. Egyszerre történész, esztéta, drámaíró, filozófus, irodalmár, stb. Még költő is volt, de nem tetszettek a versei, ezért elégette őket. Mert olyan nagy felelősséget érzett, hogy azt gondolta, hogy amire ő azt gondolja, hogy nem jó, az nem maradjon meg. Nehogy véletlenül az alapján ítéljék meg, pedig lehet, hogy tévedett. Lehet, hogy az összekötöttség helyett pont a nem összekötöttség működött nála. Ugye nagyon érdekes ez a dolog. A tévedéseket nem szabad sorsá rögzíteni. Ugye mondhatnánk itt pedagógiai dolgokat, mondhatnánk magyar történelem nagy kulcsfordulóit, és mondhatnánk azt is, hogy hát mi az, amikor beleéljük magunkat valamilyen olyan ítélet sorozatba, amiben tulajdonképpen pontosan az a cél, hogy ne tudjunk belőle kivakarózni. Tehát sokszor ugye a tévedésnek a rögzítése, az valakiknek az érdeke. Az szintén a nem összekötöttség. Mert az az érdekük, hogy benne maradj, rágódjunk ezen. Ugye? Amerikában vagyok, 1998, itt kutatásba vettem részt. Ugye, Brooklynba kaptam szállást, vagy szereztem szállást Coney Islanden.
egy emigráns magyarnál, és akkor esténként beszélgettem vele, és kérdezte, hogy hát mi van nálatok most otthon, stb. Mondtam, ez az, amaz, és aki szomorúan nézeti, bólogat, egyszer csak azt mondta, hogy te, szóval tudod, mi nektek otthon a legnagyobb bajotok? Hát mondom, mi? Azt mondja, hogy állandóan a múlton rágódtok, és közben rosszak a fogaitok. Hát, hogy Amerikában ugye a keep smiling, ugye a kötelezett, ott a hajléktalannak is csodálatos, négyszeres méretű foga van, ugye, de se tudja csukni a száját, mert a keep smiling a lényeg, ugye, hogy a gyönyörű fogamat, ugye, hogy lelóg a térdéig a foga, tehát ugye ez egy olyan csoda, amivel ugye szembe kell nézni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem szabad tévedést sorsá rögzíteni. És egy utolsó mondat, búcsúzó példaként egy nagyon erőt adó mondat. Egyszer a Klauzál téren mentem valahova, és megláttam ott egy falon egy emléktáblát, és az emléktábla következő mondat szerepelt, csak az győzhet a végső hajrán, aki a sorsánál nagyobb. Géretz Attila, fiatal költő, egy nemzeti hős, aki az 50-es években Rákosi rendszerrel harcolt, börtönbe zárták, megalázták, verték, ugye öttusázó sportoló volt, megszökött a Váci börtönből, árvíz volt, beugrott a börtön tetejéről a Dunába, árvízbe. Megszökött, és aztán ugye úgy kapták el sajnos, mert olyan ügyes volt, mint a pókember, olyan volt, tehát úgy ment, mint a pókember. Olyan fizikai képességekkel rendelkezett, úgy kapták el, hogy bement valaki ismerőséhez segítséget kérni, és az följelentette. Aztán kiszabadult a forradalom során, és szervezte, ugye harcolt a szovjet tankok ellen, és költő volt, interneten meg lehet találni a költeményeit, 29 évesen, november 9-én lelőtték a Klauzál téren, és akkor itt van az emléktáblája. Na most ő mondja, hogy csak az győzhet a végső hajrán, aki a sorsánál nagyobb. Tehát magyarul mit üzen ez a mondat? Hogy csak akkor vagyok önmagammal kompetens, és akkor lehetek elégedett önmagam önvaló sorsával, hogyha maradéktalanul meg tudom valósítani, tehát fölismerem önvizsgálat alapján, mi a célom, mire születtem, azt megfelelő normatívák szerint képes vagyok képviselni, végrehajtani, és akkor mondhatom el, hogy betöltöttem a számomra lehetőségként megajánlott, megírt sorsot, azaz nem a sorsom alatt éltem, hanem fel tudtam emelkedni. Mindenkinek nagyon boldog emelkedettséget kívánok a jövendő Istenkorhoz. Köszönöm szépen a figyelmet!